Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket az Újpesti Közéleti Televízió kutyás magazinjában. A Népszigeti Kutyaiskolában ma arról érdeklődünk, hogy hogyan is válasszunk kutyát, örökbe fogadjunk vagy vásároljunk. Ha valaki szeretne kutyát magának, akkor ugye két lehetőség van, hogy vagy megvásárolja, vagy pedig örökbe fogadja. Mi az előnye az egyiknek és a másiknak? Én az örökbefogadásról tudok ugye saját szempontból, illetve saját tapasztalatból beszélni. Én mindenképpen örökbefogadni szerettem volna kutyát. Nagyon-nagyon sajnáltam a rengeteg hirdetésben megjelent nagyon szomorú tekintetű kutyákat, és hát abban az élethelyzetben, amikor már megengedhettem magamnak, hogy saját kutyám legyen, és a párommal egyeztettünk, természetesen nem hoztam olyan döntést, amiben ő nem értett volna egyet, elkezdtünk keresni a kutyák között. Alapvetően, amikor megtaláltuk azt a hirdetést, amire azt mondtam, hogy nekem ez a kutya nagyon tetszik, akkor minden alkalommal felhívtuk az éppen azt a szervezetet, vagy azt az ideiglenes befogadót, akinél a kutya volt, és megpróbáltunk utána járni, hogy amit én adni tudok ennek a kutyának, az megfelelő-e, illetve ami az én életemnek, a mi hétköznapi életünkbe nyújtani tudunk ennek a kutyának, az neki megfelele. Semmiképpen nem akartam olyan kutyát választani, ami valamilyen módon rosszul érezte volna magát nálunk, vagy mi nem tudtunk volna vele, nem passzolt volna az életstílusunkhoz. És azt gondolom, hogyha az ember egy jól utána nézett helyről, tehát például a Noé állat otthonból hoztam én el a kutyámat, meg tudja kérdezni a hozzáértő embert, hogy mit tud ajánlani, mit tud adni ennek a kutyának, milyen helyzetbe kerül, akkor egy nagyon-nagyon jó döntést lehet hozni örökbefogadott kutya esetében, tehát keverék kutya esetében is. Mindenféleképpen tudatosan kell választani, és nem csak a pillanatnyi szimpátia kell, hogy döntsön, ugye? Így van, így van. Az örökbefogadott kutyák nagy része, gondolom, azért már nem kölyök. Ez nem jelent problémát? Most azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon sok kölyök kutya is van. Tehát sajnos ez is egy nagyon nagy probléma. Ugye az, hogy általában az utcára vagy az erdőkbe kidobott kölyök kutyák mind ugye menhelyeken kötnek ki, és ezeknek a kölyök kutyáknak is a nagy része nem kerül gazdához időben, hiszen túl sok a kutya ahhoz, hogy mindegyiknek gazdát tudjunk találni, és ezek is ugye így vagy úgy, tehát vagy ideiglenes befogadónál, vagy a menhelyen felnőnek. Általában nem szokott gondot okozni a felnőtt kutya vásárlása sem. A felnőtt kutyánál az a nagy előny van, hogy addigra már kiderül, hogy a kutya milyen típusú, mit bír, milyen lesz a végső testalkata, azért egy másfél éves kor körül már kifejlődnek annyira a kutyák, hogy már nagyjából lehet látni a személyiségjegyeket, és ha jó helyen van, tehát tényleg olyan helyen, ahol tisztességesen foglalkoznak a kereteikhez megfelelően, tisztességesen foglalkoznak velük, akkor ez szintén nem okozhat problémát. Mi a tapasztalata, hogy miből van több, keverék kutyából vagy fajtatisztából? Természetesen keverékből van több, mondjuk nyilván. Emellett sajnos fajtatiszta kutyákat is nagyon gyakran tesznek az utcára. Általában ezeknek az szokott lenni a magyarázata, hogy a gazdi, aki megvásárolja a kutyát, ugye a fajtatisztát általában venni szokták, megvásárolja a kutyát, nem néz utána a fajta jellegeinek, látvány alapján dönt, hogy nagyon-nagyon cuki, kis bolyhos, aprócska kis kutya, ami felnőve már nem lesz olyan kicsi, és nem lesz olyan bolyhos, és nem felel már meg azoknak a dolgoknak, amiket a gazdi eleinte gondolt róla, sétálni kell vinni, foglalkozni kell vele, kiderülnek azok a dolgok, amik eleinte még nem merültek fel a gazdiban. A másik pedig, ami nagyon gyakran előfordul, az ajándékba vásárolt kutya. Ez szintén úgy, hogy nem egyeztetek azzal a személlyel, akit meg szeretnék ajándékozni vele, hát egy nagyon-nagyon kellemetlen dolog is tud lenni, mert a kutya 2-3 hónap, 4-5 hónap után felnő, és már nem azt a szerepet tölti be a család életébe, amit ezek a gazdik általában gondolnak, és akkor ilyenkor gyakran utcára kerülnek a kutyák. Amikor valaki örökbe akar fogadni, akkor meg kell ismerni azt a kutyát nyilván, hogy tudja, hogy kit visz haza. Ez mennyi időbe telhet, és mire kell figyelniük? Nagyon-nagyon fontos az, hogy az illető szervezettől minden lehető információt próbáljunk meg összegyűjteni. Tehát amikor egy kutya ideiglenes befogadónál van, akkor az ideiglenes befogadót érdemes mindenképpen kikérdezni arról,
hogy milyen típusúnak ismerte meg, milyen habitusúnak ismerte meg a kutyát, milyen viselkedésekre lehet számítani, mekkora a mozgásigénye egy adott kutyának. Tisztában kell lennünk azzal is, hogy mi mit szeretnénk. Tehát, hogyha én szeretnék sportolni, nekem az volt eredetileg is az volt a tervem, hogy én kirándulni járjak a kutyámmal, én szeretnék sportolni ezzel a kutyával. Nem olyan kutyát választok magamnak, ami nagyon nagy testű, nagyon nem alkalmas erre az együttélésre, vagy más együttélésre alkalmas, más dolgokra alkalmas, egy sportos, frizbis kutyát választottam magamnak, és ezt az ideiglenes befogadó ezt el tudta nekem mondani. Amikor megnéztük a kutyát, akkor nagyon fontos azt nézni, hogy hogyan áll az egész világ a környezetével, hogyan viselkedik, mennyire van vele olyan szinten probléma, hogy fél az emberektől, vagy más kutyákkal, milyen a viszonya, hogyan viselkedik. Ez kölyköknél is jelenthet információt, kölyök kutya is lehet annyira félénk vagy bizonytalan, hogy az már problémát okoz, de idősebb kutyáknál mindenképpen nagyon fontos megnézni azt, hogy milyen a környezete a kutyának, az nagyon sokat elárul. És hogy zajlik egy ilyen örökbefogadás? Jár ez valamilyen anyagi költséggel általában? Van, amikor jár, van, amikor nem. Ez tulajdonképpen menhelye állatvédő szervezete válogatja. Általában szerintem inkább csak azokat a költségeket szokták elkérni, ha van ilyen költség, ami a csippesztetés, vagy az ivartalanítás, még az ivartalanítás sem mindig szokott belekerülni, oltási költségek, maximum ez szokott lenni, ami költségként felmerül, hiszen ezek az állatvédő szervezetek javarészt saját magukat próbálják meg fenntartani, tehát adományokból élnek, tehát nekik sincs olyan sok pénzük, és a sok-sok kidobott kutyát megpróbálják mind jó helyre odaadni. A mi esetünkben nem kértek érte pénzt, egy szerződést kellett aláírni egy ivartalanítási kötelezettséggel, ami egy elég fontos dolog, hiszen hogyha nem akarjuk, hogy tovább szaporodjon Magyarországon a kóborkutyák száma, akkor az ivartalanítás tényleg elengedhetetlenül fontos. A sok-sok tévhit, ami az ivartalanítással együtt él, ugye, hogy a kutya agresszív lesz, vagy megváltozik a viselkedése, ezekről is érdemes inkább egy kutyaiskolán érdeklődni, hogy ebben mi és hogyan működik, de ezeknek javarészt, ezeknek a dolgoknak javarészt ezek tévhitek, tehát nem szokott történni belőle semmi probléma. Egy szerződés aláírása után pedig gyakorlatilag elvihetjük a kutyát. Az állatvédő szervezetek megpróbálnak utána járni, hogy milyen helyre kerül az a kutya, ez is nekik nagyon fontos, hiszen nem szeretnék, hogy visszakerüljön, és azt sem szeretnék, hogyha rossz élete legyen. Fiatalabb kutyát könnyebb nevelni, vagy magunkhoz szoktatni, vagy idősebbet? Fiatalabb kutyának az előnye, hogy az ember belecsöppenhet egy ilyen nagyon kis, aranyos, kedves kis lénynek az életébe. Megvan minden nehézsége is a fiatal kutyának, természetesen a kölyök kutyának, hiszen tisztában kell azzal lennünk, hogyha egy 3-4 hónapos kölyköt veszünk magunkhoz, akkor az még nem lesz szobatiszta, tehát a szobatisztaságra tanítani kell. Tisztában kell azzal lenni, hogy a kölyöknek vannak időszakai, amikor fogat vált, például akkor rágcsálni fog, és egy-két papucs áldozatául eshet. Ezekkel mind tisztában kell lenni, ez egy idős kutya esetében általában nem szokott már előfordulni, az idősebb kutyákat könnyebb szobatisztaságra szoktatni, vagy általában már úgy érkeznek a családba, hogy eleve szobatiszták, ez is elő szokott fordulni, és hát természetesen a fogváltáson már túl vannak, tehát ezen a rágcsálós korszakon túl vannak. Egy örökbefogadott, menhelyről örökbefogadott felnőtt kutya rendkívül hálás tud lenni a gazdájának, tehát mindent megpróbál megtenni, hogy megfeleljen a gazda igényeinek. És mi van, hogyha mégis félreismerte a kutyát és csalódott benne? Hát nehézség. Természetesen érdemes egy kutyaiskolát felkeresni, érdemes szakértőhöz fordulni, hiszen nagyon sokszor abból is adódnak problémák, hogy az ember nem is tudja, hogy az, amit ő problémaként él meg, az valójában változtatható dolog. Tehát azon lehet alakítani, ezen nagyon-nagyon sokat tud segíteni egy kutyaiskola. Általában véve is a kutyáknak a jellemét nagyon-nagyon jól meg tudjuk ismerni ezekkel a kutyaiskolákkal, egy tanfolyammal, és a szakemberek mindent megpróbálnak megtenni, hogy a közös életünket újból abban a vágányban folytathassuk, amilyenben elképzeltük. Az ön választása jól sikerült? Azt gondolom, az én választásom nagyon jól sikerült, igen. Nem mindig sikerrel zárul egy kutya örökbefogadása. Azt hiszem, hogy az ön kutyás pályafutása is így kezdődött. Igen, pontosan így kezdődött.
lényegében a Góliát nevű kutyámat képről, internetről választottam ki. Abszolút nem néztem utána, hogy milyen természetű, hogy vannak-e vele problémák. Egyszerűen csak megnéztünk egy honlapot, tetszett a kép, elmentünk és el is hoztuk. A problémák az első sétákkal kezdődtek, amikor kiderült, hogy amint meglát egy kutyát, gyakorlatilag neki akar menni. Semmilyen kutyával, a család kutyáink kívül semmilyen kutyával nem jött ki. Lehetett az kölyök, lehetett a szukakan, bármilyen, egyből neki akart menni. Úgyhogy az első egy-másfél évben csak szájkosárban tudtunk sétálni gyakorlatilag. De akkor ezek szerint volt már a családban kutya? Igen, előtte volt egy másik kutyusom, Bibi. És pont ezért lett volna Góliát, mert ahogy elköltöztem otthonról, hoztam magammal a saját kutyámat, és így egyedül maradt, nem volt mellette más kutyatársaság, és úgy gondoltuk, hogy akkor még egy kutyus törökbe fogadunk mellé, hogy a már megszokott ritmusban legyen mellette még egy másik kutya, aki foglalkoztatja, amikor mi nem tudunk otthon lenni vele. Mit lehetett kezdeni a kutyussal ezzel a problémával? Hát, ugye, ahogy mondtam, másfél éven keresztül igazából csak elkerültünk szájkosárban és folytóláncos nyakörben tudtunk sétálni. Hát igazából a sétaszó erre nem igazán alkalmas, mert gyakorlatilag minden kutyát el kellett kerülnünk. Aztán másfél év után kaptam ajándékba egy ismerősömtől egy terápiás alkalmat itt a Népszigeti Kutyasulim, és gyakorlatilag onnantól kezdve teljesen megváltozott az életünk. Ebben mind magamat úgy megtaláltam, hogy most már én is az oktatói gárdát gyarapítom, mind a kutyám annyira magára talált, hogy gyakorlatilag ma már nincs olyan sport, amit az iskolán űzünk, és ne próbáltunk volna és ne lenne benne, nagyon sikeres. Tehát akkor az ön számára is sikerrel zárult ez a történet? Abszolút, igen. Hogyan kell, hogy működjön egy kutya kiválasztása, amikor mondjuk egy fajta tiszta kutyát szeretne vásárolni a gazdi? Hát érdemes körültekintően körülnézni. Itt először ugye ki kell választani magát a fajtát. Mi az, ami hozzám illik? Mennyire vagyok sportos, mennyire vagyok elfoglalt, milyen fajta illik ebbe bele, és hogyha ez megvan, akkor jön igazán a neheze, hogy az ember megtalálja azt a tenyésztőt, akitől kis kutyát szeretne. Ehhez érdemes nagyon sok helyre ellátogatni, sok tenyésztőt meglátogatni személyesen, és ott az ember már látni fogja, hogy hol tartják úgy a kutyákat, ahogy neki is tetszik, hol van olyan kapcsolat a tenyésztő és a kutyái között, ahonnan érdemes kutyát választani, és akár érdemes várni erre hosszabb időt is. Tehát nem szabad abba belemenni, hogy most van alom, és most hazaviszek egyet, mert nagyon cukik, hanem érdemes kiválasztani körültekintően mind a tenyésztőt, mind pedig, hogy milyen kutyapárosításából választ az ember kiskutyát. Hogyan derül ki az, hogy egy tenyésztő jó tenyésztő, vagy pedig sem? Hiszen ugye szaklapokat nézegeti az ember, rengeteg kitüntetéssel, díjjal jutalmazott kutyák vannak, de lehet, hogy mégis probléma van, mondjuk túltenyésztett a kutya, vagy idegrendszeri problémái vannak, vagy lehet, hogy nem is igazából attól a szülőtől származik, amelyiktől meg van hirdetve. Sajnos rémhíreket tudunk olvasni. Hát nem lennék annak a helyébe, aki most egy fajta tiszta kiskutyát szeretne választani, bármilyen fajta is legyen ez. Én az életem jelentős részében egy bő 10 évig bullmasztifokat tenyésztettem, és hát ez egy elég nehéz történet. Én úgy gondolom, hogy az ember megérzi, hogyha elmegy és látja, hogy hogyan vannak tartva azok a kutyák, hogy a kert végébe vannak, kennelbe vannak zárva, viszik-e sétálni őket, beengedik-e őket a lakásba, milyen szoros kapcsolatban vannak a tenyésztővel, ebből már nagyon sok minden kiderül. Érdemes esetleg elmenni versenyekre szétnézni a kis kutya kiválasztása előtt? Érdemes azt is megnézni, én nem gondolom, az a nehézség a kiállításokkal, ugye ez egy szépségverseny. És sajnos nagyon arra felé tolódik a hangsúly, hogy szép színe legyen, szép szőre legyen, szépen álljon a füle, de azt, hogy egészségileg, mentálisan az a kutya tényleg rendben van-e, és tényleg egészséges-e, ez jó esetben összepasszol. Tehát jó esetben egy szép küllemű, szép mozgású kutya azért tud szépen mozogni, mert jó az anatómiája, és nincsenek mozgásszervi gondjai,
De ez nem mindig van így. Tehát a győztes, a díjnyertes kutyáknál is nagy hangsúlyt kell fektetni arra, hogy legyenek egészségügyi szűrések, hogy az tényleg meglegyen a szülőknek, esetleg még a nagyszülőknek is. Úgyhogy ez nagyon fontos, hogy tényleg egészséges kutyát válasszunk, mert attól, hogy szép a szemeszíne, attól nem biztos, hogy a következő 10 évet az boldogan töltjük vele. Valós képet mutat a kutya ára arról, hogy milyen minőségű? Nem minden esetben. Jó esetben azért az, hogyha egy neves tenyészetből, kennelből vásárolunk, és ott ugye nagyon sokszor nagyon borsos az ára, a kölyköknek is. Amögött azért jó esetben egy komoly munka van, egy komoly tenyésztői munka, egy komoly felkészülés. Ott a tenyésztő az már tudja, hogy milyenek voltak a nagyszülei, a szülei, mik voltak a hibái. Egy tenyésztőnek tisztába kell azzal lenni, hogy milyen hibája van a kutyájának. Akkor tud csak megfelelően párt választani. Nincsen tökéletes kutya. Tehát, hogy ezek szükségesek. És jó esetben egy drágább kis kutya az talán valami biztosítékot ad, vagy maga az a szerződés, amit lehet kötni egy tenyésztővel, de azért ez nem minden esetben van így. Mondjuk megjelenik egy hirdetés arról, hogy X fajtájú kutya eladó, törzskönyv nélkül olcsóbban. Ez mit jelent? Hát ez azt jelenti, hogy nem tenyésztővel van dolgunk, hanem szaporítóval. Én a kettő között éles különbséget tennék. Tehát egy tenyésztő az idejéből, energiájából, pénzéből arra áldoz, hogy azt a fajtát előrébb vigye, jobbítsa. Ott, ahol teremnek a kiskutyák, ahol futószallagon érkeznek, ahol törzskönyv nélkül vannak, ahol mindig elérhető valamilyen kiskutya, ahol több fajtát tenyésztenek egyszerre, abban biztosak lehetünk, hogy nem egy tenyészetről van szó, hanem egy szaporítóval van dolgunk, ahonnan nagyon nehéz, ha az ember elmegy és oda ellátogat, és látja, hogy sanyarú körülmények között vannak, nagyon sokszor beleesnek abba a hibába az emberek, hogy megsajnáltuk, elhoztuk. Csak ezzel a döntéssel, ezzel a választással sajnos pont ezeket a szaporítókat támogatja az ember, hogy van értelme kutyát gyártani, úgy is idejön egy jó érzésű ember, és el fogja vinni azt a kis kutyát, aki a ketrecben van, aki nyomorultul néz ki, akinek a szőre össze van ragadva a pisitől, aki nem egy egészséges kis kutya, se fizikailag, se mentálisan, úgyhogy ezzel nagyon kell vigyázni, és inkább ezt elkerülni, és tényleg minőségi helyről beszerezni azt a kiskutyát, hogyha már az ember fajta tiszta mellett adta le a voksát. Még egy néhány szót egy fogalomról, felülbélyegzett törzskönyv. A felülbélyegzett törzskönyvet akkor állítják ki, hogyha a szülők nem rendelkeznek valamilyen előírt dologgal, ami szükséges ahhoz, hogy egy normál törzskönyvet kapjanak a kölykök, vagy fiatalabb a szülő, vagy nem rendelkezik az előírt tenyészszemlével, vagy kiállítási eredménnyel. Tehát valami nincsen meg az előírt dolgok közül. Ettől is érdemes óvakodni, de mondjuk abban az esetben, hogyha úgy esik egy párosztatás, hogy mondjuk a kan fiatalabb, és ezért felülbélyegzett a törzskönyv, az szerintem nem akkora katasztrófa. Ha a szuka fiatalabb, az igen, mert akkor ugye ott arról beszélünk, hogy nem egy fejlett, felnőtt kutya lett befedeztetve, hanem minél előbb szülje a kis kutyákat. Úgyhogy ez is lehet olyan, ami még beleférhet, de azért jobb ennek utána járni, hogy miért is. Nagyon, nagyon sok tenyésztő áll úgy hozzá, hogy hát vagy tenyésztek, vagy kiállításra járok. Hát ez azért nem állja meg a helyét, meg lehet azt úgy oldani, hogy igen, az ember elviszi tenyészszemlére, elviszi kiállításokra, megméretteti magát, több bírónak a véleményét is meghallgatja, kikérdezi, és utána is bőven ráér kölyköket lehozni attól a szukától adott esetben. Kérdés, hogy kit mennyire hajt az idő, és mennyire motivál a pénz, hogy minél több kis kutya legyen, minél gyorsabban, minél rövidebb idő alatt. Újpesten nagyon sok a társasháza panel. Lehet-e ajánlani valamilyen fajtát, hogy ilyen körülmények közé, milyen kutyák közül érdemes választani, milyen fajták közül? Nem fajtában gondolkodnék. Biztos, hogy vannak olyan fajták, akik nagyobb mozgásigényűek. Én úgy gondolom, hogy velük is lehet lakásban élni, amennyiben az ember fel van erre készülve, és tudja, hogy igen, nekem egy beagle-öm van, akivel több órát kell futni naponta, akinek jár az erdei séta, akinek erre igénye van. Lehet, hogy egy kisebb testű kutyával
talán nem is a kisebb testek, a kisebb testek között is van, ha csak néhány terrierre gondolunk, azért ők is igazi munkakutyák, akiknek hihetetlen energiáik vannak. Nem a méret számít, még egy nagy testű kutya, akár egy bullmastiff, akár egy-egy flegmatikusabb típusú kutya remekül el van a lakásba, hiszen nem a lakásban kell éljen. Egy kutya 24 órából 20-at alszik. És ezt tudja a lakásban is aludni, és tudja a kertben, a kutyaházban is. Kérdés, hogy abban a 4 órában én mit teszek vele? Hagyom még őt a lakásban, vagy felveszem a túracsukát, és neki íramodok, hogy lemozgassam a kis kutyámat, mert akkor abszolút nem zavaró a társas házban sem. Jó, akkor, hogy a félreértés történt, valaki megvásárol egy nagyon szép kis fajtatiszta kutyát, aztán rájön, hogy nem tud vele bánni, akkor mit tehet? Hát jó, hogyha akár ide eljut, hogy felismeri, hogy gond van, mert nagyon sokan szeretik ráfogni, hogy hát ez egy ilyen kutya, ezzel már nem lehet túl sok mindent csinálni. Hogyha megvan a motiváció, hogy szeretne változtatni, akkor van lehetőség, meg kell keresni egy oktatót, egy kutyaiskolát, ott tudnak ebben segíteni. Megint az a kérdés, hogyha a legtöbb probléma általában életmód oldalról közelíthető meg, vagy oldható meg, rengeteget segít az energialevezetés, a kutyával való foglalkozás, a közös munka, a közös játék, a mozgatás, egyebek. Ha az ember ezt tudja biztosítani, akkor legtöbb esetben azért helyreáll a dolog. És az is egy elég tudatos és felelősségteljes döntés, hogyha az ember azt fel tudja mérni, hogy én kevés vagyok ehhez a kutyához időben, bármiben, és keres neki egy olyan felelősségteljes gazdit, aki tudja biztosítani azt, amitől a kutya boldog lesz, amitől ő kiegyensúlyozott életet él. Elég drasztikusan hangzik, de ha ez a boldogságára, a kutyának, a gazdának, a lakóközösségnek egyaránt, akkor lehet ez is. Lehet ez is egy út, de értelemszerűen ez az utolsó verzió. Ezelőtt azért még van nagyon sok minden, amit megpróbálhat a gazda, és reméljük, hogy van olyan motivációja, hogy ő meg szeretné oldani ezt a problémát a kis kutyájával, és nem az első gondolata, hogy kiteszi, vagy kirakja, vagy elajándékozza.